Lassan körvonalazódik, hogy milyen szakmai stábbal és milyen játékos kerettel vág majd neki a következő szezonnak a Fátum Nyíregyháza. Az már biztos, hogy a vezetőedző Hollósi László marad, a segítői poszton viszont Horváth András, Németh Szabolcs váltja. Csapatmenedzserként Veres Péter tevékenykedik majd, neki többek között a keret kialakításában is szerepet kell vállalnia. Az elmúlt szezont követően öt légiós, Jasmine White, Daniel Brisbois, Sanja Kalicin, Tatja Matic és Alison Mayfield távozott, valamint Ancsin Kitti is másutt folytatja pályafutását. Érkezési oldalon a legutóbb Jászberényben szereplő válogatott center Pintér Andrea neve szerepel. 14 évig játszottam a Jászberény csapatával, 1-2 éves kitérővel, de konkrétan ott nőttem fel, ugye. Hát nehéz döntésem volt, de úgy gondoltam, hogy már kellett ez a döntés, hiszen azért a változás az mindig jó, illetve egy olyan csapatban igazolok, ahol az eredmények is számítanak. Ez a város is egy kicsit nyugodtabb környezet, ami számomra fontos. Annyira nem vonz ez a pesti élet, a nagy nyüzsgés, és itt úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy tényleg a maga sportban bele tudjunk tenni 100%-os munkát. A héten újabb két játékos kötelezte el magát Nyíregyháza, pontosabban a közös folytatás mellett. A válogatott libero Tóth Fruzsina és a válogatottal készülő, de a nemzeti csapatban egyelőre még nem szerepeltethető Varga Eliza is aláírt a következő szezonra. A vezetők tárgyalnak több külföldi játékossal is, közülük van, akivel már egészen közel állnak a megállapodáshoz.